Sziasztok, GTA-men 17 vagyok, és ez egy olyan videó, amiben Grand Theft Auto Vice City-vel fogok játszani a csatornám nevéhez híven. Mivel már volt egy San Andreas-os gameplay, ezért lesz egy Vice City-s gameplay is. A játék hangját elfelejtettem belőni a Sony Vegas-ban, úgyhogy ez van. Csak a mikrofon hangját halljátok. Gondolom, hogy a nézőim közül is legalább... vagy mi? Tehát úgy gondolom, hogy vannak olyan nézőim is, akik hallottak arról, hogy az Epic Games Store-ban ingyenes a Grand Theft Auto 5. Hát én csak azért regisztráltam egy fiókot, hogy később majd le tudjam tölteni a játékot legálisan. És hát félig meddig legálisan, mondhatni. Ezért a GTA Online tele lett csalókkal. Viszont azt nem tudom, hogy a Rockstar Games miért nem úgy oldja meg, hogy az Epic Games Store-ból letöltött GTA 5-nek egy külön online-os szervert csinálni. De legalább ott nincs crossplay. Úgyhogy akik Xbox One-on, majd PS4-en játszák a GTA Online-t, az nem fog találkozni a PC-s GTA Online cheaterekkel. Hát ez a hátránya. Hogy sok a cheater. Így a GTA Online-ban. A GTA San Andreas-os gameplay alatt említettem meg nektek egy néhány glitchet, melyet igyekszek is bemutatni. Úgy, ahogy tudok. Ez két kód fog kelleni, meg egy kocsi, amiben ül valaki. Tehát egy sofőr van benne, ezt kirángatom. Akkor be kell írni azt a kódot, hogy Big Bang, aztán Aspirine. És így vezethető egy robbantott kocsi. Ebből ki lehet szállni. De úgyis ugyanúgy vissza is lehet beleszállni, és akkor látjátok, hogy lehet vezetni? Csak három kerekű autó. Csak három kereke van az autónak, és úgy is lehet vezetni. Ez egy admirál. Mert ez esett ide, pont, kapásba, pont, igen. Na viszont, most, hogy bemutattam ezt a glitchet, vissza is szállok a PC-jére. Mert mutatok még egyet. Tehát ez a motorral való glitch. Legalábbis én ezt egy videóban láttam. GTA Vice City glitch bemutató videóban, ami nem magyar nyelvű, ez nagyon fontos. Mert angol a videó. Ráadásul feliratos. De azért megpróbálom megmutatni. Vagy én is megpróbálom ugye ezt kivitelezni, ezt a dolgot. Már csak az a kérdés, hogy hogyan fog sikerülni. Na, egy kicsit visszatérve az ingyenes GTA 5-re, hogy mivel regisztráltam egy Epic Games fiókot, még igaz, még 3 éve, de nem használtam, és lecsaptam most az ingyen GTA 5 akcióra, akkor így már bármikor le fogom tudni tölteni. Úgyhogy már a fiókhoz hozzá van adva. Tehát most a Vinyom miatt se tudom letölteni, meg ugye... Mert 90 GB kell oda, és 70 GB, ami már rajta van, mert... Hát azért néhány cuccot tettem arra a merev lemezre. Azért jó, az azért meg kell hagyni. Viszont ha 90 GB-os GTA 5-öt sikerülne és letöltenem egy éjszaka alatt, akkor nem tudna ugyanúgy elindulni a PC-men. Viszont bármikor le tudom tölteni. Akkor is, ha lejár az ingyenes GTA 5 akció.
És a végén... Tehát keresni kell egy ruhát. Amire még nem tudom, hogy hol van Rafael ruhaboltja most így. Kívülről. Hogy nem nézek rá a hoodra. Hood. Az a heads-up display. A térképre. Tudom én, hogy biket beszélek, csak videóban nem. Meg videóimhoz úgy se írok szöveget. Tehát azért nem beszélek videóban folyékonyan. Soha. Meg ugye amúgy is alig jut eszembe valami, hogy mit mondjak ugye. Attól ott egy Bribe Star. Egy olyan csillag, ami eltünteti a körözést. Igaz, ha egyet felveszel, akkor csak egy csillagot tüntet el, de hogyha 6 csillagos körözésed van és felveszel 6 olyat, akkor megszünteti a körözést. Na mindegy, ránézek a térképre, akkor... Hát mindegy, akkor megyek a másik irányba. Aztán akkor hát ha... Megtalálom. Meg Grand Theft Autó-tól állom. Hát igen, GTA Vice City gameplay, ez egy nagyon jó videójáték, 2002-ben jelent meg. Viszont ezzel még most is el lehet szórakozni, mert ez egy igen királyi videójáték. Igaz, a GTA 5 is jó, meg minden GTA játék jó igazából. Nem ezt akartam megmutatni, amikor a motoros glitchre hivatkoztam. Akkor is megkeresem. És kész. Akkor is meg fogom keresni Rafael ruhaboltját, nem érdekel, hogy... Ha a fenét eszik, akkor is. Egyszer csak megtalálom. Na, hogy legyenek autóhangok is a videóban, meg cuppogtatások is. Ez lezuhantam. Legalább láttatok egy ugratást. Ezzel is szórakoztatlak titeket. Nem mondhatjátok, hogy nem. Ahogy de leszarom, hogy mit mondtok amúgy. Hogy ez szerintetek szórakoztató-e vagy sem, hogy én itt mindig bénázgatok, miközben megpróbálok bemutatni egy glitchet. Tehát a robbantott járművest már megmutattam. Ahogy ennek a videónak már meg is van, hogy mi a címe. GTA Vice City glitchelés és gameplay, mint a San Andreas gameplaynél. És volt, mert ott is glitcheket mutattam be. Egyébként itt minden videójátékban ezért ebben is vannak glitchek persze, ami programozás hibák miatt jött létre. Csak addig össze ne rongáljam a motort. Pizza Hut, ott a Pizza Hut.
Tutti, hogy erre már nincs, úgyhogy visszafordulok. Csak most meg nem tudom, hogy merre megyek. Mert olyan régóta játszottam már ezzel a játékkal, hogy alig tudom, hogy mi hol van. De például Rafael ruhaboltjába. Ezért ott kint van egy ruhaikon. És azért. Mivel a ruhával és a motorral kapcsolatban van egy glitch a játékban. Amit szeretnék megmutatni. De nem találom Rafael ruhaboltját. Na nem baj, remélem, hogy hamarosan itt lesz már. Tis! Na, hova is esett rá a motor? Ja, ide. Ja, jó. Így nem fogok eltalálni oda. Ez itt tuti 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 hutyutyú. Kis polszki. Ez itt kis polszki, hogy nem fogok oda eljutni. Ja, itt van. Itt van a Rafael ruhaboltja. Ide be kell állni motorral, leszállni róla. Hát ez most nem sikerült. Ez most nem, ezt elszúrtam. Tehát akkor... Nem baj, akkor is be fogom mutatni és kész. Csak jelenjen meg a ruhaikon még egyszer. Na, szóval itt van a ruhaikon. Lehet, hogy megint nem fog sikerülni kivitelezni, de azért megpróbálom. Leszállok a motorról, aztán fel újra. Akkor motorral megyek oda. Hát ez nem igaz már, hogy nem sikerült. Fasz picsa. Fasz picsájába. Akkor is. Meg akkor is megpróbálom triggerelni és kész. Rajtam nem fog ki a játék. Én akkor is triggerelem. Aztán meg motorral fogok még ugratni. Na, hogy álljak be? Valahogy így. Így kéne valahogy. De nem igaz, ez ilyen nincs. Én egy videóban láttam, hogy triggerelték. Ez a videó akkor most csak erről fog szólni, ugye? A játék azt akarja. Tudom, hogy meg lehet oldani. PC-je 600-ra felruha boltja. Nem baj, újra próbálkozok. Egészen addig, amíg nem sikerül.
Addig nem lesz vége a videónak, és kész. Ezt már most megmondom. Nem lesz vége a videónak addig, amíg nem sikerült triggerelnem azt a glitchet, amit láttam az egyik videóban. Lehet, hogy mellette kell megállni. Tehát nem a ruhába beleállni, hanem megállni mellette. De akkor meg lehet, hogy nem fogja felvenni. Úgyhogy leszállok a motorról. Nem egészen erre számítottam, de már majdnem sikerült egyébként. Majdnem sikerült triggerelni. Na jó, még egy nekifutás. Aztán megyek ugratni. Most segíts, sincs az ikon. Megmerek rá esküdni, hogy ezzel kapcsolatban van egy glitch a játékban. Hát láttam videón. És most is tudja, hogy fog mondjuk... Mi? Tudja, hogy mondani fogjátok, hogy nincs is benne ilyen glitch, de van. Benne van. A ruha csak akkor spawnol le, hogyha a közelébe megyek. Vagyis ha távol megyek a Rafael ruha üzletétől, ha távol megyek, csak akkor spavnol le. A ruha. Fuck. Na, ez az! Sikerült! Csak hogy most beragadt a motor a falba. Jaj, de jó. Most már meg a motor beragadt a falba, de... Triggereltem végül is, na nem baj. Megpróbálom még egyszer, de most úgy, hogy ne akadjon bele a falba. Mondtam, hogy benne van ez a glitch. Mondtam. És ezúttal triggereltem is. Na remélem most is sikerülni fog. Tehát úgy kell kivitelezni, hogy felüljön a motorra, és utána vegye fel a ruhát. De nem így, na jó, mindegy, hagyjuk. Akkor megyek ugratni. Tehát az lett volna a glitchnek a lényege, mint láttátok, hogy Tommy Vercetti tudja állva vezetni a motort. Még a videó végén azért még megpróbálok erre visszatérni, de most irány ugratni. Mert megjött rá a kedvem. Sőt, igazából, ha megtalálom azt a házat, ahol triggerelni lehet a rendőrös glitchet, akkor azt is megpróbálom bemutatni. Azt is egy videóban láttam, de ez már nem biztos, hogy azt meg fogom tudni találni. Úgyhogy inkább ugratok akkor egy néhányat. Rásegítettem a
numerikus billentyűzettel, igen. Hogy jól landoljak. Aztán következő ugrató ettől nem messze van. Itt a levegőn kell átugrani. Levegő? Jó van. Akkor már ha ott láttam egy páncélt, akkor azt felveszem. Mert az jól jön mindig. Random. Random emberölés, remélyre. Remélyre. Felszállok megint a motorra, és remélem, hogy ez az ugratás ugyanúgy sikerülni fog. Ott van az ugrató, és akkor neki kell rohanni. Úgy! Az is sikerült. Ráadásul még azelőtt, mielőtt elmentettem volna a játékot, még nem is csináltam meg azt az ugratást. Itt is van kettő ugrató, igen, kettő. Jól hallottátok. Egy kis különbséggel persze. De itt két ugratót lehet találni. Itt fel kell menni motorral ezeken a léceken. Először is. Mert úgy érhető el mindkettő. Hát igen, ez lesz az egyik. Vagyis most lehet, hogy elrontottam, mert... Izé. Ja nem, mert le lehet esni. Akkor jó. Tehát fel kell menni még azon a rúd, azon a récen is. Amit az építkezési terület mellett fel van állítva. Meg még ezen. Most megpróbálok róla nem leesni. És itt van az első ugratás. Hát a házon ladákon. Ladákon, de ladákon. Pain spraybe el kell mennem, de... Így jolo, hogy füstöl a motor. Úgyhogy miért menjek el pain spraybe meg? Nem értem, hogy ha landol, akkor miért kezd el füstölni? A magas helyről leugratva landol. Ilyen van egyébként. És itt lesz a másik ugratás. Ujj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 
Nem, ja, hogy még fentebb? Nem. Itt. Csak tudjak úgy megfordulni a motorral, hogy fel tudjak azon menni. Hát ebből kórház lesz. Egyébként van egy olyan szar magyarítás a GTA Vice City-hez, mint egyébként mondtam az előző GTA San Andreas gameplay videóm alatt is, hogy általában nagyon szar magyarítások jelennek meg. Az van beleírva, hogy kórház. Wasted helyett az, hogy kórház. És ki a fasz mondaná ezt? Hogy ki lehetett olyan retardált szar, hogy azt írta bele a magyarításba, hogy kórház. Ahelyett, hogy wasted. Most például meghalsz küldetés közben, akkor kírja, nem sikerült kórház. Hát meg a faszt. Itt nincs motor. Nincs motor.
Akkor széttaposom az autóban a kuplungot. Ezt a motoros glitchet még gyakorolnom kell, még mindig. Például ezért is kellett volna egy motor, hogy megpróbáljak visszatérni arra a glitchre, amit beszándékoztam mutatni. Hát nem egy freeway-jel, mert az nem olyan hű, de gyors motor. Meg kanyarodni se lehet vele jól nagy sebességen. Szóval, akkor irány Sanchez-zel. Már ha van itt Sanchez. Még pedig van. Itt is megpróbálom elsütni azt. Amit megint nem sikerült. De legalább egyszer sikerült triggerelni. Lehet, hogy a játékból hallottok némi minimális hangeffektet, mert a mikrofon azt is felrögzíti. Meg ugyebár közel van a fülhallgató hozzá, most nincs a fülemben benne. Tehát most úgy játszok, hogy én itt alig hallok valamit a játékból. De legalább ti is úgy fogjátok hallani a játék hangját, mint most én. Az egy hajszálom múlott, hogy ne ütközzek. Police rendőr autó. Úristen, ki az a fasz, aki azt írja egy GTA 3-as magyarításba, hogy police rendőr autó? Hát OC GTA 3 végigjátszásában a rendőr autóba való beszálláskor a játék azt írja ki, hogy police rendőr autó. Nem mintha egyértelmű lenne, hogy a police az azt jelenti, hogy rendőrség. Úgyhogy akkor miért kellett odaírni? Ha mert retardált gyökerek csinálják a fordításokat a játékokhoz. A Game Hunter-es magyarítások között. Csak kevés jó van, kevés olyan van, ami igen jóra sikeredett, legtöbbük pocsék. Főleg a GTA-hoz jelentek meg pocsék fordítások, a GTA sorozathoz. Azért nem is használok magyarítást egyáltalán. Irtózatosan hülyeségek vannak benne. Na itt most csalni fogok, hogy legyen 100 HP-n, beírom, hogy aspirin meg páncélom, és legyen precious protection. És így a videó végére egy kis tankozás. Panzer. Adok egy kódot, de csak egyet. Írd be, Panzer! Ez is eszembe jutott, hogy Overcooler mondta a John Gameplay sorozatában. Megpróbálok összehozni egy 6 csillagos körözést. Remélem megy.
Jaj, de jó, az a kocsi befordult. Ölmény, Vicepont. Ott van, ott vagyok, Vicepontnál. Washington tengerpart. Bűnpont. Éj, de szar ez. Fúj. Vice City bűnváros útjait. Nagyon szar. Nagyon szar magyarosítani. Három csillag legyen meg. Na akkor a busz felrobbantásával. Talán. Talán össze, nem? Nem jött össze. Csak úgy, hogy belém jön egy rendőrautó, hát oké. Ahogy észrevettem egyébként, a tank nem bírja a végtelenségig, csak nagyon sokáig. Tehát végtelenségig nem lehet beleütközni mindenféle kocsiba, mert egyszer felrobban az is. De sokkal tovább bírja lényegesebben, mint egy személygépjármű. Vagy egy terepjármű, vagy akármi egyéb. Na már van egy 4 csillagos. Azt azok a kocsik hogy nem robbantak fel? Hát neki jöttek a tankomnak. Vagyis hát nem az én tankom, csak elloptam. Mégpedig orosz vagyok, Szása. Benne van a tankban a kombinált fogó. Remélem tudjátok, hogy honnan van ez az utalás. Sőt, biztos, hogy tudjátok, hogy ez az utalás miből van, meg hogy honnan van. Úgyhogy recseg a széken. És jobb témát nem is tudok felhozni. Le... Town. Downtown. Le vidék, leváros. Mindegy, azt nem néztem meg a town jelentését. Mindegy, csak downtownban vagyok. Úgyis orbitális faszságok vannak a magyarításokban, na már megvan az 5 csillag. Úgyhogy jönnek az FBI rangerek. Úgy bizony. Úgy bizony, gyertek csak FBI rangerek. Love fist. Szerelem ökölt. Robbantottam. FBI cheetah. Hogy a versenyző bűnözőket el lehessen kapni. A cheetah nagyon tud. Nagyon nagy teljesítményű gyors autó. Olyan gyors, mint a Forma 1-ben a V10 motorok. És azok hogy nem robbantak fel egyből? Ha nekiütköztem a tankommal nekik. Vagy mi? Ez megint jó mondat. Megint szép volt ez a mondat. Igen, én tudom. Fbirancher. Bush. Bikini line. És kész a 6 csillag. Ott van a 6 csillagos körözés. És most visszafele megpróbálok fordulni. És látjátok, kész a 6 csillag. Mert hát ez ugye elengedhetetlen kelléke egy Grand Theft Auto videónak. Anélkül már nem is GTA videó az, ami eredetileg annak készült. Patriot. Ez nem az. Itt vannak a tankok is. De ez nem is az a Law Enforcer legalább.
Egy katonajármű. Nem tudom, mi a neve a katonajárműeknek, hát valami biztos. Kintvas megyen egy kocsi. Ide nem tudnak bejutni a zsaruk valamiért. Na most mi van akkor most így? Itt miért nem dobja le a tankot? Ott dob le, ahol én vagyok. Nem igaz. Ez nem igaz, hogy nem itt dobja le. Ja, végül is, de ide találtak a zsaruk. Jó van, akkor. Csak hol lesznek a tankok? Lehívtam egy néhányat, de ezt nem értettem a játékban meg soha, hogy miért nem ott spawnolja, ahol én akarom. Kurva anyád, hozz már létre egy tankot. Panzer, ott van, ott a tank. Na jó. Le a veme alone. Mert úgyse tudnék beszállni a tankba. Ja, de itt a tank. Jó. Akkor. Mi a geciért szálltam ki. Na, legalább volt egy hadcsillagos körözés is. És itt a videó végére itt van a versenypálya. GTA Man 17 voltam, ez pedig egy Grand Theft Auto Vice City gameplay volt. Grand Theft Auto Vice City és egy GTA WC. Vagy ahogy Overcooler szokta mondani. A Grand Theft Auto Vice City és a GTA WC-ből egy gameplay videó volt. GTA Man 17 voltam. Sziasztok!